Börcsök Zsófia, Ilcsi néni esete a forradalommal. Senki sem mondta ki, de mindenki tudta, hogy Ilcsi néni feladata az utca tisztántartása. Koszos seprűjével battyogott, és arrébb lökte a leveleket, üres üvegeket, félcsizmákat, törmeléket, kósza végtagokat, a macskaköveken szétszóródott puskaport, gazdátlan sapkákat és sapkátlan fejeket. Őszhaja festőilyen lobogott mögötte, ahogy takarította egy Komiszország gyerekszemetét. Csak a kiégett tankhoz kért segítséget. Kis Attila, kijárási tilalom. Hasonfekve elkerül a reflektorok fénye. Fagyott pocsolyán hasalok, -20 fok van. Lassanként látom a körvonalakat. Elesett forradalmár mellett fekszem. Puskája hozzáfagyott a kezéhez, vére, belei kifolytak, azon fekszem. Megfagytak. -20 fok van. Dicső Zsolt, 56 szó 56-ról. 56-ban születtem, ártott, használt, nem tudom. 56-ban apám bújtatott, apámat bújtatták, 40 évig nem beszéltek róla. 56-ban Gézáékhoz belőttek az oroszok. Suttogó félelemmel meséltek részleteket. 75-ben kérdésre azt mondtam, 56-os vagyok, 90-ig nem kaptam útlevelet. Megismerhettem 56-osokat, akik részt vettek, megismerhettem sokakat, akik ismertek közülük valakit. Imprinting. A hősök, az áldozatok száma állandó, örök. Kölcsik Mari, évnapra. Igen, van úgy, hogy októberi ködben torkolattüzek melegítenek. Éled a város, és tömör tömbökben gyűlnek fel terein az emberek. Kisinas hasa dől a barikádnak, kit ha túléli felakasztanak. S a rémmi ellen saját kölyke támadt, kivérzik, bénul, s életben marad. De ha ellenen, híveken át, és a kárvalottakon túl mégis egyetlen átmentőnk volt, ez a forradalom. Szántó Kamilla, fénykép. Láttalak azon a képen. Az a neved, hogy Szeles Erika, 15 éves vagy, fogod a fegyvert, bátor vagy, vagy legalábbis annak tűnsz. Tudom, hogy féltél egy kicsit, csak nem akartad mutatni. Nem olyan vagy. Ég a tekinteted. Anyukád biztos nem akart elengedni, de te elszöktél. Fogod a fegyvert, mész előre, szabad vagy. Így akarok rád emlékezni. Lackfi János, srác. Döngve ugrál kisiklott vasúti kocsiban. Szappannal keni a kövezetet, hogy megcsússzanak a tankok. Látta molotov koktéltól másfél óráig lángolni a ruszkit. Kápszernek érzi a lőpor illatot. Tudja, nem kovboly film, de mégis az. Koszorút dob társa holttestére. betört virágbolti kirakatba hajítja az árát. Megszúrta a biztosító tű. Azóta húsához van öltve a kokárda. Kalapját, plajbászát dobozban hozza a posta. Zborai tünde Y. Kap 3 percet, aztán neveket akarok. Megértette? Épp úgy áll itt némán, mint azon a napon a folyosón a társaival. Fél? Hát persze. Elegáns neve van. Y-nal írja. Tán apuka minisztériumban dolgozik, tudjuk. Mi mindent tudunk. Kéne a leckekönyvem. Na és a tovább tanulása, gondolkodjon. A nevek tudja. Maga minden órán úgy súg. Hát most súgjon nekem. Simon Adri, 56-osok szava. Még nem tudjuk, hogy e napokban utoljára vagyunk egy nép. Utoljára van olyan, hogy néplélek, meg nemzettudat. Erődeinket a jövendő nemzedékekben alámossa a félelem, aztán a pénz. Most megvillanunk utoljára, mint az öreg izzó a lépcsőházban, mielőtt végleg kiég. Még nem tudjuk, hogy küzdelmünk céltalan, hogy tanulságul sem szolgálunk majd senkinek. Csak bukásunk viszik tovább. Endre László, szabadon, hazátlanul. Nem nézek hátra. Tudom jól, amit magam mögött hagytam, az nem csak egy országhatár. Körülöttem mindenki boldog, ölelkeznek. Megcsináltuk. Én nem ünneplek, mert amit ott hagytam, az nem csak egy ország. Nem csak barátok, rokonok és ismerősök sokasága. Nem csak egykori iskolám, szülőházam. Itt, az osztrák éjszakában tudom, többet soha sehol nem mondhatom ki. Otthon vagyok. Kalapos Éva Veronika, zuhan. Megvolt nekünk már ásva a gödör, mondta a nagyanyám. A bátyja diplomata volt Moszkvában, az egész családot fekete listára tették. Aztán írtunk a bátyámnak, maradj. Ne gyere haza, ha meghalunk, se gyere haza. Egy másik akkor is hazajött. Addigra a feleségét a csecsemő gyerekükkel együtt kidobták az ablakon a hősök. Annyi arca van az zuhanásnak. Vörös István. A híres 56 szavas Bhagavad Gita töredék, melyet több ezer éve őriznek egy elhagyott indiai kolostorban, egyetlen szóra évszázadokig nem találtak magyarázatot a legnagyobb bölcsek se. Állítsd meg szekeremet, Krisna, két sereg között. Hadd vegyem szemügyre a felsorakozottakat. Kik azok, akik idegyűltek, hogy a Balga rádiót szolgálják? Krisna a két hadsereg között megállította a kocsit. Ott állnak az atyák, nagyatyák, tanítók, apósok, ismerősök mindkét seregben. Krisna enyémet látva összecsapásra készen, tagjaim elzsibbadnak, nyelvem kiszárad. Bajós előjeleket látok, Krisna. Hozzátartozóimat gyilkolom le. Magyar Csilla, anyu és 56. 15 éves volt. Nagyapám levitte a körútra, hogy lásson halott embert. Fiatalokkal tömött teherautókról kiabáltak neki, szálljon fel ő is. Nem mert. Legjobb barátnője reggel szólt, délután átmennek a határon. Ha akarja, őt is viszik. Néhány órája volt, hogy döntsön a sorsáról. Beteg nagymamámmal maradt. Kanada még mindig túl messze van. 60 éve leveleznek. Kántor Péter, szójátékok nagyapám elrejtett noteszéből. Nagy Imre mények, kádárulás, moszkvakarózás, Hóhér kávéház, szoborogatás, komcsizmatér, csillaghullás, hullás csillag, sor, sort űz, Kossuth-vér, Corvin köztársaság béli puskás öcsik, kapuralövések, május elsejelte. Tudtam, hogy fel fogok kézni. Május elselejtezés. Október 23-a Tarzis. Szabadságharc, SOS kifli, tragikus. November 4-e reszt, fent és alant. Szegény embert a szabadság is húzza. Mártír magja sem maradt, letehetetlendű. Né Magyarország, rendületlen ül. Forrad a lomb, forr a dalom. Emlékvágás a jégbe. 50 határtalan, 50 hatalom. Holdfény. Szvitil Ila, végre! Csupics bácsi sántított. Még 52-ben az Andrássy út 60-ban verték szét a térdét, osztályellenség volt. Amióta hazajött, szótlan lett, és a lépcsőházban is csak odamorgott a lakóknak. Csupics néni félt, hogy mindig így lesz. 1956. október 23-án Csupics bácsi lesántikált a térre. Soká jött haza, és a házmesternek mosolyogva hangosan köszönt. Suhanyet Szilárd, feljegyzés egy ítélet végrehajtóról. K. hóhér volt az 50-es években. Egy zuglói társasház földszintjén lakott. Amikor részegen megjött a munkából, ezt üvöltötte. Kivégezni csak egészséges embert lehet, akasztásnál, nem tüszög, nem köhétsel. Az elítéltnek megmosakodva, frissen borotválva kell a bitófa alá állni. Itt szünetet tartott, majd ezt hadarta. Ítélet végrehajtó teljesítse kötelességét. Azzal bevágta maga mögött a lakása ajtaját. Friedler Magdolna, utoljára. Kicsavarták kezéből a szórólapokat, amikor a Szénatéren elfogták. 3-1 ellen, 3 megtermett ávós egy 10 éves gyerek ellen. Teljes erőből ütötték, rúgták, majd belökték egy furgonba. Az osztálytársaim nem engedték, hogy odafussak. Üvöltöttem, mégse jött ki hang a torkomon. Láttam, ahogy feláll, odanyomja vérző orrát az ablaküveghez, és rám mosolyog. Akkor láttam utoljára az öcsémet. Csillag Tamás, én már semmitől se félek. Nálam felejtett ez a meghasonlott októberi éjszaka is. Nyári szemekkel nézem az utcát. Kerülgetem a gesztenyék vaktában élesített gyalogsági aknáit. Illatot helyett puskaporszagát sejtem a kifosztott őzben. Lámpabúrák üvegszemeiben elmagányosodott, lakatlan napkorongokat. Legjobb lenne örökre magammal vinni lázadozó hajtincset karikagyűrűnek. Reménytelenül szépnek látlak, mint szeretőiket a háborúba induló önkéntes katonák. Én már semmitől se félek. Kis Attila, kedves naplóm, 56. október 28. Tegnap este apa nem jött haza. Azt mondta, legyek bátor. Az iskolában is ezt mondták. Apa szerint az iskolában hazudnak. Anya szerint apa hős. Gusztáv bácsi szerint anya nem mond igazat. Anya megkérdezte. Szerintem... Nagyrakita Melinda. Ember. A gödörből az ávósok már tovább álltak. A házfalán golyóütöttesebb helyek, csend. Át kell menni a szomszéd utcába. Fiatal szőke asszony, két kicsi lány. 5 lépcsőn fel az utcaszintre. Látszólag üres a környék. A saroknál szovjet katona talpig fegyverben. Rémület. Nye baj se, én vigyázz rád, nekem is van 3. Kezével mutatja, milyen kicsik. Nem félni. Fekete Dorottya, felirat a falon. Lábuknál felkoncolt ballonosok, szájuk forintosokkal tömve, halottak az úttesten pléddel borítva, ne felejts csokrok pihennek mellükön, utcai harcok, harsogja a rádió, lövedékek szikrázva pattannak a macskakövön, árnyakosonnak a falak mentén, kertek alatt lopakodnak a tankok, Úri Szabó apámról 3 napja nincs hír, kénsavgyárban dolgozik Pesten, elfogynak a szavak, mire hazaér. A falakról üvölt, ha ugattok, többet kaptok. Gáspár Ferenc, cím nélkül. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm. Mansfeld Péter. A kormány. A világ népei. Az ország közvéleménye. Csapataink. A kormány. Nagy Imre, Maléter Pál, Losonci Géza, Gérec Attila, Gimes Miklós. Rákosít a Dunába. Közlöm. Csapataink. Ruszkik haza! Mennyből az angyal. Az angyal. Hozta? Vagy az ördög? A magyar nép lóg most a fákon. Börcsök Zsófia, a pesti srácok. A szovjetek mindig hajnalban támadtak, amíg a gyerekek aludtak, és még csak a hátukra fordulva motyogták, hogy szovjet sereg menjen haza, Sztálin szobrot vigye haza. Ezeknek a srácoknak mindig széles válluk volt, pont eltfér rajtuk egy ország szabadsága. Kisvonat helyett gépfegyvert, félrecsapott sapka helyett néha golyót nyomtak a fejükbe, de pimaszul vigyorogni, azt mindig tudtak. Krisztina, apám nélkül a meccsen. Októberben lukas zászlót tett az ablakba anyám. Apámmal nem a meccsért, hanem a pékhez álltunk sorba. A meleg vekni sarkát csipegetve kerülgettük a felszedett utcaköveket. Valami felugatott, de nem kutya volt. Felkapott, futott velem apám, a lépcsőházunkig bírta, összeesett, a melléhez fogott kenyér alól vérszivárgott. A tavaszi bajnokságon nélküle ültem a lelátón. Vesztett a csapatunk. Takács Norman, identitás. A párttitkár összerezzent, amikor pár utcányira felropogott egy géppuska. Iratokkal babrált, aktákat süllyesztett fiókok mélyére, közben bőrtalpú cipőjével ütemesen kopogott a PVC padlón. Bekapcsolta a rádiót. Ség felhívásunkat, szüntessék be a harcot, biztosítsák a rendet, és majd elzárta, és tétován behúzta a függönyöket. Remegő kézzel vette le mellkasáról az ománcozott kitűzőjét, aztán gyorsan elhagyta az irodát. Nádasi Krisztina, történelem. Én még emlékszem Mária néni kélyes örömére, amikor kikinyitatta velünk gimi 4. osztályában a történelemkönyvet, és felsorolta, melyik oldalon mit húzzunk ki a könyvből. Eleinte élvezte a játékot, aztán kijelentette, hogy nem jó, túl sok mindent kellene kihúzni. Kitépetett pár lapot a kötetből, aztán kidobatta velünk a könyvet a kukába. Mária néni, azt hiszem, forradalmár volt. Germán Ágnes, mi atyánk a Corvin közben. Mi atyánk, itt a Corvin közben. Szenteld meg a lyukas zászlót. Hol van most a te országod? Mert itt a földön nincs. Minden napi kenyerünket hagyd meg nekünk ma. Bocsásd meg a molotov koktélokat, miképpen mi is megbocsátjuk a ruszki tankokat. Ne üzz minket külföldre, de szabadíts meg az oroszoktól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a következő összecsapás. Ámen. Bérózsás Erzsébet, ami meg van írva. Ősz volt. 3 barát bekopogott Jenő ablakán. Hívták, hogy jöjjön ki ő is az utcára. Itt az igazságszolgáltatás ideje, mondták. Most aztán megfizethetünk mindenért, amit velünk tettek. Ám Jenő vesegörcsel fetrengett a szőnyegen. Nem hallotta se a kopogást, se a hívószót, se a puskaropogást. Jenő pár nap múlva jobban lett. A 3 barátot az utcán holtan találták. Kálai Szilárd, vízben oldhatatlan. Jöttek, megdicsérték, jó elvtárs. Elmentek. Maradtak. Jött az eső, borongott régóta, kellett már. Nem emlékezett, mikor sütött utoljára a nap. Nem akart emlékezni. Előre akart nézni kifelé. Befelé, vissza az ürességbe, többet nem. Kifelé nézett. Ki? Az esőre. Oda léptek hozzá. Hogy zuhog, ugye, Kádár elvtárs? Kér valamit? Mit kérjen? Zuhogjon jobban az eső. Mossol le mindent. Szántó Kamilla, iskola. Ünneplő. Mit ünneplünk? Fehér blúz, fekete szoknya. Nem szeretem a szoknyát. Harisnya, szakadt, másik. Topánka vagy tornacipő? Tornacipő, nyilván. Ünneplő, én kész vagyok. Himnusz. A színpad szélén égnek a mécsesek. Műsor, mi beszélünk. Félszemmel figyelem, talán lángra kap egy kicsit a díszlet. Mint tavaly. De mécsest mindig gyújtunk, mert tudjuk, majd visszaköltözik belénk a fény. Bártfai Hanna Luca, tisztelt 1956. Az iránt való mély tiszteletemet szeretném kifejezni, mely az ön által megmutatott emberi nagyságot jelenti számomra. Habár lépéseit nagy figyelemmel tanulmányozom, azok megdöbbentenek, és úgy érzem, talán fiatal korom végett, nem vagyok képes teljes mértékben felfogni azok jelentőségét. Mégis hálával adózom valamennyi erőfeszítéséért, melyet úgy érzem, helyettem, értem is megtett. Mindörökké adósa, köszönettel, 1998. Kertai István, egy ifjú időutazó kalandjai. Csápinyó, HV, kérdője. Itt vok a hősök terén Sztálinnak annyi. LOL. Plusz, kérdeztem V, kit, hó, há, hol vannak a lövöldözések, csak nézett rám, valószínűleg hülye, nem tudom. Aztán egy csomó sráccal voltam, plusz mutatták, há kell molotov koktélt csinálni. Egyszerűen király a buli, tetsz. Cikk, felkiáltó. PLZ, mondd meg anyának, há, késni fogok. Hét végén már otthon leszek. Azt hiszem. Jó, 8. Basszus. Hát itt nincs térerő.